Felszámolják a közlekedési káoszt a Sziget-Szentmiklósi gyári úti csomópontban található hévátjáró átépítésének terveztetéséről döntött a kormány a múlt év végén. Mint ismert, főleg a csúcsidőszakban okoz kellemetlenséget az út telítettsége és az ebből adódó lassú előrejutás. A tavaly átadott igazgatási központ is nagy forgalmat bonyolít le, amelynek hatása a környező útszakaszokon is érzékelhető. Bóna Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, a Fidesz frakció vezetőhelyettese elmondta, a közlekedési szakemberekkel és politikai döntéshozókkal folytatott tárgyalások eredményeként a kormány 150 millió forintot különített el a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT részére, amelyből a Sziget-Szentmiklós gyártelep hévátjárónál elhelyezkedő közlekedési csomópont átépítésének tervezése kezdődhet meg. A beruházás pozitív hatással lesz a környező településeken élők mindennapjaira, valamint a Csepel-sziget egészének közlekedésére. Nagyon régi ügyről van szó, nagyon régi vágyunkról van szó, egy olyan csomópontról van szó, amely közel 100 000 ember életét érinti, hiszen Szigethalom, Sziget-Szentmiklós, Tököl, Halászszelek, illetve a Sziget, illetve a Kis-Duna balpartján élők életét nagyban megnehezíti, megkeserítette az elmúlt években, hiszen a csomópont okozta dugókat, illetve közlekedési, sokszor nem mondhatom azt, káoszt fogja ez az átépítés reménység szerint teljes mértékben eltüntetni. A Csepel-sziget fejlődésének egyik kulcsa a Sziget-Szentmiklóst is érintő gerincút kiépítése volt. A tervezők akkor is figyelembe vették a hévátjáró környékén tapasztalható fennakadásokat, amely a lakosságszám növekedésével egyre nagyobb kellemetlenséget okoz. A térség országgyűlési képviselője elmondta, a továbbiakban is azon dolgozik, hogy a csomópont átépítése minél hamarabb megvalósuljon, és ezzel párhuzamosan a H6-os hév vonal fejlesztéséről is folyamatosan tárgyal a tömegközlekedést használók érdekében. Bóna Zoltán szerint a következő időszakban megindulhatnak a konkrét tervezési munkálatok. Remélem, hogy belátható időn belül a megépítése, az átépítése is a csomópontnak megtörténik. Párhuzamosan a kormány által már többször foglalkozott egy másik témával, a hév felújításával. A politikai döntés megszületett, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon örömteli hír. A átépítés milyenségét pedig bízzuk rá szakemberekre, reménység szerint a lehető legjobb javaslatot fogják kidolgozni.